Sziasztok! Sziasztok! Mai alanyunk a Transformers, a kihalás kora, ugye ez már a sorban a negyedik Transformers. Így van. Hát azt hittük a harmadik résznél, spoilerrel, meg szerintem sokan mások is, hogy lezárult ez a történet ezzel a trilógiával, de Michael Bay ugye meglepett minket ezzel a negyedik résszel. Amikor én néztem a film előzetesét, elég vegyes érzelmeim voltak. Egyrészt azért is, mert ugye felesleges folytatásnak gondoltam, másrészt pedig csalódott voltam, hiszen nem láttam a megszokott színészgárdát, és féltem, hogy esetleg nagyon negatív irányt vesz fel ez a film, de ennek ellenére kellemesen csalódtam, hiszen a film közvetlenül a harmadik rész eseményeit követi, nem is tudom, pár hónappal vagy egy vagy két évvel később van, kisebb, apróbb visszaemlékezések, utalások is vannak a harmadik részre, tehát egyrészt egy az egybe folytatása, ugye más színészgárdával. Egészen pontosan 3 év telt el, azt hiszem, az utolsó Transformers film óta, és a történetben is körülbelül 2-3 év telt el. A színészgárda mondhatni teljesen új, de tökéletesen szerintem belesimulnak a történetbe. A Transformers természetesen a régiek, űrdongó, Optimus, hiszen nélkülük nincs Transformers film, de természetesen csatlakoznak a sztori az új autóbotok és álcák is egyaránt. A látvány nekem nagyon tetszett, nagyon jó, hatalmas méreteket öltött ez a film, a gépek is, és mozgalmas a történet is. A játékidő 2,5 óra, viszonylag hamar elrepül. Humor az kevés van benne, de ebben a filmben ennél több nem is kellett. A színészgárda viszont, mint már említettem, nagyon jó. A szituációk, párbeszédek néha kicsit közhelyesek és sablonosak is. Már rögtön a film eleje egy kisebb csavarral kezdődik, most ennyit említek zárójelbe a sztoriból, ugye, hogy kiderül, hogy 60-65 millió évvel korábban nem is meteor pusztította el a dinoszauruszokat, hanem már olyan régen is jártak álcák és autóbotok a Földön. Úgyhogy már ezzel a kisebb csavarral elég ígéretesnek indul a film. Hát ezzel a negyedik résszel úgymond egy új szál elindult, hiszen lesz Transformers 5 és 6 is, tehát még két rész várható, 2016 és 2017-ben egy év különbséggel szeretnék bemutatni a moziba. És én azt hittem, hogy ezzel a trilógiával már elfáradt a történet, de hát tévedtem, és kellemesen csalódtam ebben a filmben. Ez köszönhető szerintem a jó színészgárdának, és az iszonyatosan jól eltalált történetnek is. Én annyira nem szerettem a Transformers, de ezzel a negyedik résszel nagyon megszerettem, és ezt Michael Bay zseniális rendezésének is köszönhetjük. Én szerintem ez a legjobb Transformers film, nagyon várom az 5. és a 6. is, és remélem, hogy ezekkel a színészekkel, illetve űrdongóval és Optimus fővezérrel fog folytatódni a film. 2018-ban már elmondhatjuk, hogy két Transformers trilógián túl vagyunk, melynek eseményei nagyon jól felépítve, izgalmasan követik egymást. Azt Piller, most nem mondhatod azt, hogy nem fejtettem ki a véleményemet a filmről. Hát ezt egyáltalán köszönöm, hogy szóhoz juthatok. Először is én azzal kezdeném, hogy először engem nem fogott meg ez a Transformers világ, de Megan Fox megjelenésével a filmben valahogy beleszerettem, meg így az egész mindenbe, ugye hát aztán utána az első két rész ugye nekem kötelező volt, kötelező jelleggel megnéztem ugye Megan Fox miatt, hát sok férfi társam is így van ezzel gondolom, és hát ugye nagyon rossz volt, mikor a harmadik részben ugye nem ő volt, hanem Rosie Huntingtont rakták bele, aki ő is nagyon dögös volt persze. Jó, de bocsi, már rég láttam a harmadik részt, tehát a Megan Fox karaktere szerepel, csak már más játszott. Nem, ez egy tök új karakter. Jó, hogy új karakter is volt már. Igen, mert ugye összeveszett a BL, voltak ilyenek is, hogy elmondott olyat, amit nem kellett volna, tehát összevesztek, de hát olvastam a neten, hogy ugye kibékülhettek, hiszen az új Tini Ninja teknőcökbe, amit majd B fog rendezni, ugye már ismét Megan Fox szerepel, és hát ezt epekedve fogom várni. Na de vissza akkor a sztorihoz, vagyis vissza az első 1-2-3 részhez, ugye egy trilógia, és én ugye azt gondoltam, Jay-Z, hogy ez ugye folytatódik, és a főszereplőnk ugye öreg, megöregedett, de hát ez nem a tök új szereplők van. Hát az előzetesből tényleg úgy tűnt, hogy ez a Sam Witwicky nevű karakter játssza, csak már felnőttebb korában, igen. Ugye, én teljesen úgy tűnt. Kicsit hiányoltam a karakterét, ugye megszoktuk már a trilógiában, és ugye erről a Witwicky családról nem is esik szó, hogy velük hát, mi le? Igen, mert ugye Megan Foxot is levezték a harmadik részben azzal, hogy elhagyta Witwickyt, és akkor ugye jött az új nő.
Hát nem tudom, Bay ilyen szuperúra lekedjült maga köré, hiszen a Tessa-t alakító karakter is se néz ki rosszul. Nem, nagyon jó volt, tetszett az új színészgárda, jobban belesimultak a történetbe, mint a régi. És azzal nem is lett volna bajom, hogy nem szerepelnek a filmbe a Sam Witwicky meg a szülei, de nekem az bökte a sörömet, hogy nem is esik szó róluk, hogy mi lett velük. Igen, igen, hát hogy negyedszer állani már kicsit frusztráló lett volna, de nem tudom. Ja, de, igen. Nekem nem áll mindig az ő házuk kertjükbe szállják le az autóbotok meg az álcák, nem? Igen. Hát akkor egy kicsit a sztoriról. Ugye 5 év telt el a chicagói háború óta, ugye az autóbotok és az álcák vívtak. Ugye hát városokat szétdúlták, de hát ugye megmentették a világot. És hát ebben az 5 évről se ugye esik szó, hogy ugye mi történt azóta, ez is egy kicsit belemehettek volna. Ugye Optimus fővezér megsérül, mert ugye a Föld és az autobotokkal kötött szövetségnek vége. Emberek vadásznak az autobotokra és az alcákra is, és Optimus fővezér egy ilyen célpontjává válik, megsérül. Ugye Cage Jaeger, ugye Mark Wahlberg, aki szerintem nagyon jól lejátsza a karakterét, ő talál rá, texasi farmjára hazaviszi, és megjavítja, mert ugye ez úgy kezdődik, hogy egy régi moziban unokatestvérével szednek össze mindenféle cuccot, hiszen Jaeger ugye egy ilyen zug, mondhatom így Jaze, ugye, hogy ilyen zug feltaláló. Hát olyasmi karakteret játszik, igen, igen. És ugye Optimus magához térve, ugye, hálálkodás közepette ugye fő céljának most azt tartja, hogy összegyűjtse újra az autóbotokat és hát levadásza azokat, akik mindezért felelősek, vagy társai haláláért felelősek. A sztori nagyon jó, hát ugye B nevét ugye nem kell említeni, hogy akkor a látvány az csillagos ötös. Hát hamarosan egy labor említhetjük szerintem Nolan-nál, nem? J.D. Hát igen, igen, közel áll hozzá. Még mindig Nolan rendezésileg az ő zsenialitása az első, de Michael Bay is igen, elég közel áll hozzá, most már lassan felér a szintjére. És ugye hamarosan megjelennek a kormány emberei, hiszen rátalálnak Optimus fővezér, és már kezdődik is a buli, úgymond. És ugye hát ennél többet nem szeretnék elmondani, hogy lehetnek itt érni, hogy dinoszauruszok hogyan jönnek be, meg minden, de ugye nézze meg mindenki maga már nagyon jó. Persze, annyit elárunk, hogy lennek új karakterek, mind az álcák és mind az autóbotok között, tehát új tagok is, új tagokkal bővül a csapat, ugye? Igen. De tényleg én is hiányoltam ezt a Witwicky vonalat, hogy esetleg egy szó róla, hogy elköltöztek valami bazimessze, ja, vagy valami. Meg ugye, de... hogy most az űrdongó is, mert ugye végig a gyerekkel volt úgymond a legjobb viszonyban, és az űrdongó van benne, de mégis a gyerekről szó sem esik. Tehát olyan, mintha az első három rész nem is lett volna, de lehet, hogy B pont így akarta. De még szerencsé, hogy az űrdongó meg az Optimus benne van, ők nem lennének benne olyan, mint az X-Men farkas nélkül. Az biztos. És ugye... ugye most Optimus lesz, aki főbb szerepet vállal a történetben, hiszen űrdongó is megjelenik, de ugye most nem kap annyi szerepet. Inkább most mellékszereplő, így van, úgy, hogy mondod. Lesz a főszerep. És ugye hát a sztori nem is kicsit bonyolult, hiszen megjelenik Joshua, igen, bocsánat, és transformereket csinál, meg akarja alkotni a saját seregét. És megjelenik egy új karakter is, Vesztek Zár, aki ugye nem derül ki, hogy most ő álca-e, vagy autóba-e, vagy mi, hanem egy tök más. Nem, egyértelmű utalások nincsenek rá, igen. És hát ennyit szerettem volna elmondani, akkor még ugye Mark Wahlberg karaktere nagyon tetszett, ez a féltő óvó apa, de azért bebeszólogató gyerek, ugye a csajnak ugye megjelenik a pasia, és szivatják egymást. Stanley Tucci Joshua szerepében nagyon jó volt szerintem, jót lehetett röhögni, amikor például a liftben összeomlik, és elkezd mindenfélét beszélni, az is nagyon tetszett. Tessa, jó volt. Tessa szerepe pedig, nem tudom, jó csaj, de annyi van nagy szerepe. Lehet, hogy a külseje elvitte a karakterét, igen, igen, hát de szerintem hasonló. Igen, a Sam Witwicky karakteréről meg szerintem, ha nézzük a filmet, amilyen lendületesen indul, könnyen megfeledkezik róla az ember, hogy ők nincsenek is benne a filmet, tehát igen. Ja, és ugye Vesztek Zárnak az a feladat, hogy levadassza Optimust. És egy nagy csavar az egész, úgyhogy nézzétek meg, lehet, hogy kétszeri megnézés is megér, hát valaki egy megnézése nem... Spiller, összefoglaltad a sztorit is elég végtelen, tehát többet is elmondta a kelleténél, úgyhogy most nem panaszkodhat senki sem. Hát szerintem ennyit szerettünk volna elmondani a filmről. Igen. Úgyhogy hamarosan akkor majd jelentkezünk. Igen. Addig is sziasztok. Sziasztok.